Az ökumenikus istentiszteleten Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye püspöke kiemelte azokat az erényeket, amelyekre Kölcsey Ferenc emlékeztette a magyar nemzetet. Ezt követően Fabinyi Tamás, az evangélikus egyház püspöke mondott áldást kérő imát. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke elmondta, Isten nélkül nemzet sincs. Az Isten tiszteletet Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitájának könyörgése zárta. Az Isten tiszteletet követő ünnepségen Orbán Viktor ünnepi beszédében kiemelte, 1000 éves történelmi távlatban sincs darabja a magyar kultúrának, ami felemelni úgy a szívünket, mint a himnuszunk. Vannak művek, amelyek szerzőjük ismerete nélkül értelmezhetetlenek. Művek, amelyek a szerző értelmének szárnyalása, vagy érzelmeinek mélységei nélkül üresen konganak. Művek, gyakran a magyar irodalom gyöngyszemei, melyet szerzőjük önmagából, öntestéből és szelleméből hív elő pennája segítségével. Versek, amelyekhöz vezető utat a költő elállja, és csak rajta keresztül férkőzhetünk a közelébe. Ő írja, ő verseli, ő üzeni nekünk. A himnusz nem ilyen. Mikor olvassuk, nem Kölcseit képzeljük magunk elé. Nem az ő személyes intését értjük a versszakok mögé. És bár a jó Istent szólítjuk meg, mikor hallgatjuk vagy énekeljük, mégsem ő tölti ki a képzeletünket. Nem a költő és nem a jó Isten alakja bontakozik ki a történelem gomolygásából, hanem az a rejtélyes, megragadhatatlan és behatárolhatatlan valami, amit magyarságnak, pontosabban magyar sorsnak és magyar géniusznak nevezhetünk. A Kölcsey Társaság minden évben emlékplakettel tüntet ki olyan személyeket, akik életművükkel és munkásságukkal hozzájárulnak a magyar kultúra megismertetéséhez. Idén a két díjazott, Varnuszk Szavér, aki külföldi koncertturnéja miatt egy későbbi időpontban veszi át a díjat, valamint Berkesi Sándor, Kossuth díjas karnagy. A himnusz költője 13 évig volt a kollégium diákja. Én 54 évig voltam a kollégiumi kántus karnagya, és a falakból árad az erő. Ezt én végig éreztem, és ez erőt ad a munkához. És nem csak Kölcseinek, hanem a történelem nagy egyéniségeinek. A dísztermünkben az erdélyi fejedelmeknek olajfestményei. Szintén a dísztermünkben a református egyháztörténet nagy alakjainak, a magyar egyháztörténet nagy alakjainak a képi jelenléte. Ezek mind inspirálják az ott dolgozókat, engem legalábbis. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy ezek mind lelki vörös vér sejtjeimé alakultak a munkában. Berkesi Sándort több évtizedes karnagyi munkássága elismeréseként tüntette ki a Kölcsey Társaság. A Kölcsey Társaság úgy ítélte meg, hogy ennek a szellemiségnek méltó folytatója Berkesi Sándor. Tehát ennek a fajta, mondjuk így a református magas kultúrának az egyik autentikus folytatója, annak a református magyar magas kultúrának, aminek Kölcsey volt az egyik legnagyobb képviselője. A megemlékezés Szatmárcseke temetőjében folytatódott, ahol a magyar kormány képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök, valamint egyházi vezetők, pártok, intézmények képviselői hajtottak fejet a 200 évvel ezelőtt íródott himnusz költője Kölcsey Ferenc síremléke előtt. A szatmárcsekei ünnepséget megelőzően Nyíregyházán, a megyeházán tartottak megemlékezést. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, egész éves eseménysorozattal ünneplik majd
a himnusz 200 éves évfordulóját. Számos programmal készültünk, kiadványokkal, online térben, himnusz múzeummal, dokumentumfilmmel, kreatív dokumentumfilm, amely Kölcsey életéről szól, vetélkedőkkel, rendhagyó irodalmi órákkal, színdarabbal, számos olyan programmal, eseménnyel készülünk az emlékévre, amely a himnusz születésének 200. évfordulója, amely a megye lakosságának érdeklődését felkeltheti, illetve hát népszerűsíti azt a üzenetet, amit számunkra Kölcsey jelent, még marketing kampányt is. Ez azt jelenti, hogy gigantplakátokat is helyezünk a megye főútjainál, bejáratánál, hogy emlékeztessük Magyarország közönségét, az ide látogatókat, hogy a himnusz földjén járnak. A Négy szócskát üzenek című filmet, amely Kölcsey életét mutatja be Kántor István rendezésében, több alkalommal is műsorára tűzi a Kölcsey Televízió.